Köszöntöm nézőinket, Önök a Kaposmenti magazint látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Átvette megbízó levelét Potápi Árpád János. A 75 éve Felvidékről kitelepítettekre emlékeztek Dombóváron. Dombóváron megzenésített versekkel tisztelegtek a költészet napja előtt. Húsvétváró rendezvény várta az érdeklődőket Dombóváron és Lápafőn is. Vödörrel locsolkodás és hímes tojás a hagyományukat elevenítették fel attalán. Dombóváron vette át megbízó levelét az országgyűlési választáson Tolna megye 2. számú választó kerületében nyertes Potápi Árpád János. Ezzel 7. alkalommal képviseli választó kerületét a magyar parlamentben. Az ünnepi átadón arról beszélt, a további fejlődés érdekében továbbra is számít a polgármesterekkel való sikeres együttműködésre. Indulod kell, szólít az új, légy készen, indulod kell. Ezzel az örökzöld blúzzal küldte a parlamentbe Potápi Árpád Jánost a Hemi Band Kerényi Zsoltnak Dombóvár alpolgármesterének zenekara. A beiktatási ceremónia a választás eredményének kihirdetésével vette kezdetét. A választáson és a népszavazáson való részvétel Tolna megye 2. számú országos egyéni választókerületben és az országos átlag szerint alakult. 58.630 választópolgárból 39.625 élt a választás jogával. Az országgyűlési képviselők választása szavazólapján 5 jelölt közül lehetett átválasztani, és a legtöbb 24.362 darab szavazatot, az összes leadott érvényes szavazat 62,44%-át Potápi Árpád János, a Fidesz-KDNP jelölte kapta. Buda Molnár Veronika, a Dombóvári Választási Bizottság elnöke ismertette a választás eredményét és adta át a képviselői megbízólevelet Potápi Árpád Jánosnak, aki beszédében azt mondta, kiemelkedően fontos, hogy az önkormányzatok vezetői és az országgyűlési képviselők között megfelelő bizalmi viszony és munkakapcsolat alakuljon ki. Az elmúlt választások, a 2022. április 3. országgyűlési választás egyértelműen azt bizonyította, hogy a magyar nemzet Magyarországon, a Kárpát-medencében és mindenhol, ahol magyarok élnek, a folytatásra szavazott. Az én választókerületem minden településén egyértelműen érezhető az, hogy ez a kormány a nemzetkormánya, ez a kormány a vidék kormánya, a vidék megerősítésén dolgozik. Nem volt olyan településem az elmúlt időszakban, ahol ne történtek volna meg fejlesztések, felújítások, átadások, és közösen örülhettünk ennek az elvégzett munkának, ezeknek a sikereknek. A kampányom is abból a szempontból más volt, mint az eddigiekben, hogy az önkormányzatok, az önkormányzati vezetők, polgármesterek nagyon-nagyon mellé álltak annak, hogy a folytatást tudjuk képviselni, és együtt tudjunk továbbra is dolgozni, mert ők is érezték azt, hogy gyakorlatilag egy óriásit haladtunk előre, léptünk előre az elmúlt időszakban, és nekik ez a legfontosabb. A munkám javarészét eddig is a térségem képviselete jelentette az, hogy ez a választókerület, az itt élő emberek érezzék azt, hogy ez a térség fejlődik, és szeretném azt elérni, hogy azok az emberek is bízzanak bennem, akik esetleg is nem mentek el szavazni, illetve nem rám szavaztak. Számomra ők is nagyon-nagyon fontosak. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere azt mondta, az együttműködés eredménye meglátszik a város fejlődésén, ugyanakkor megítélése szerint az országgyűlési képviselő sikeres működése is sokban függ a helyi politika támogatásától. Hiszen úgy lehet sikeres egy országgyűlési képviselő, hogyha helyhatósági vezetőkkel folyamatosan párbeszédet tart, érti azoknak a gondolatait, tud azonosulni azoknak a szándékaival, és nyilván nagyon fontos, hogy ezek a hírek eljussanak a döntéshozókig. Meg vagyok győződve róla, hogy a dombári járásban 19 óta ez a dolog így működik, hiszen képviselő úrral már több évtized óta személyesen jó ismeretségben vagyunk, párhuzamosan voltunk polgármesterek egymás mellett, és nagyon nagy vízválasztó volt, hogy 19-ben egy olyan választókerületben lehettem polgármester, ahol az országgyűlő képviselővel már hosszú évek óta jó viszonyt ápoltam.
22-ben Dombováron, és a kettes számú választókörzetben visszaköszönt, hogy ez a kapcsolat jól működik, és a választók is elismerték, hiszen több mint 60%-a úgy döntött, hogy folytassuk tovább együtt ezt a közös munkát. Azt hiszem, hogy ez az első beruházás, ami meg fog valósulni, és azt gondolom, hogy a város szempontjából a 21-27-es fejlesztési ciklus egy mérföldkő lesz, hiszen Tolnamegye 6 fenntartató városába bekerült Dombovár, és előre tudjuk már, hogy 7 milliárd forintot tudunk minimum elkölteni, amihez próbáljuk összerakni a fenntartható város stratégiánkat, illetve az ahhoz illeszkedő projektjeinket. Nagyon remélem, hogy ez egy nagyon sikeres időszak lesz Dombovár város életében. Az a sikervágy, ami mindkettőnkben megvan, mint polgármester és mint képviselő is, igenis, megmutassuk Dombováron, hogy a 17 év után nagyon nagyot fogunk tudni ugrani, és 24-ig mindenki meg fog lepődni, hogy mekkora fejlődött városunk. A választókerület minden településén sikerült az elmúlt ciklusban valamilyen fejlesztést végrehajtani, mondta Potápi Árpád János, és reményei szerint ez a tendencia folytatódik majd az előttünk álló években is. A Felvidékről kitelepítettek emléknapján Dombováron három települést összefogásával emlékeztek meg a 75 évvel ezelőtt történt eseményekről. A megemlékezésen Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolnamegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, hogy a magyaroknak a béke nem jelentett mást, mint erőszakot, megaláztatást, jogfosztást, kényszermunkát, emberek százezreinek elhurcolását, áttelepítését. Dombováron, a Szent László Parkban Farkas Béla, Szalk község polgármesterének tárogatón megszólaltatott dallamaival vette kezdetét a megemlékezés a Felvidékről kitelepítettek emléknapján. Ünnepi beszédében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolnamegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte, a magyarok számára a Benes dekrétum csak megaláztatást jelentett. 2012. december 7-én döntött arról egyhangulag a parlament, hogy a felvidéki kitelepítetteknek is legyen emléknapja. Emlékezzünk meg arról a történelmi eseményről, amely a felvidéki magyarság egy részének a kiűzetését jelentette abból a szülőhazából, ahol 1000 éve éltek. 1946-ban fogadta el a két kormány, illetve hát Magyarországra ráerőltették a csehszlovák-magyar lakosság cserét, és ennek értelmében 1947. április 12-én, éppen 75 évvel ezelőtt kezdődött meg a kitelepítés, a kiűzetés, és így a Dél-Dunántúlra is több ezer felvidéki magyar család került, leltek itt új hazára. Tolnamegye 109 településéből 57 településre jöttek, és kezdtek el házat, hazát kialakítani saját maguknak. Forró Krisztián, a felvidéki pártelnöke elmondta, hogy fájó emlék számukra április 12-e, azonban a kitelepítések borzalma összeköt minket. Talpra álltak, megőrizték a magyar kultúrát, hagyományokat és anyanyelvüket. Ahogy fogalmazott, a felvidéken magyarul beszélnek, álmodnak és imádkoznak. Az ünnepi műsorban közreműködött a kaposszekcsői fúvós egylet is. Megemlékezés alkalmával Sátor Edéné, a Dombovári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete gyöngykoszorú csoportjának tagja egy verssel készült, Mágocs képviseletében pedig Golyákné Sziveri Helga állított színpadra egy műsort. Ezt követően Csula Gábor diakónus tolmácsolta Felföldi László püspök úr gondolatait a megjelenteknek. A Szent László Parkban az emléknapon a felvidéki leszármazottak által állított kopjafánál helyezték el koszorúikat a települések polgármesterei, szervezetei és a felső szeliből érkezett delegáció képviselői. Dombovár, Mágocs és Kaposszekcső is érintett volt a szlovákiai magyar lakosság felvidékről való kitelepítésében. Ez adott okot arra, hogy közösen emlékezzenek a szomorú történésekre, tudtuk meg Dombovár város polgármesterétől, Pintér Szilártól a rendezvény következő helyszínén. Felvetődött még tavaly az év végén ennek a kerekéfordulónak a megünneplése, illetve megemlékezése. Tekintettel, hogy az elmúlt 30 évet Baranymegyébe töltöttem,
és ebből adódóan mágus, és ezen a részen nagyon nagy helyismeretlen van. Eszembe jutott, hogy itt vagyunk egymás mellett települések, és alapvetően Kaposzegcső, Mágocs az a két település, ahol többségébe telepítettek felvidékről. Ezért megkerestem polgármester asszonyokat, és közös nevezőre jutottunk, és ennek a mai nap tettük fel a koronáját ennek a megegyezésnek. Azt gondolom, hogy a Szent László Parkban ennyi ember megemlékezésén még soha nem vett részt, és a színészterem is megtelt, hiszen a fiatalok idejöttek nagy számba, és kíváncsiak az előadásra. Remélem, hogy méltóképpen tudtunk visszaemlékezni 75 évvel ezelőtt történt tragédiára, hiszen a magyarság életében ez egy olyan fordulópont volt, sok-sok fordulópont mentén, amikor megint a kollektív büntetés áldozata lett a nemzet, és nyilván ez több mint 100 000 embert érintett a felvidéken, akik Magyarországon találtak új hazára. Dombovár egy elosztó központ volt a deportálás során, mesélte Petes Janka, aki sokat kutatott e témában. Itt állt meg a vonat, ami elindult Érsekújvárból az első szerelvény április 12-én, és itt rakták az embereket át, és vitték a környező falvakba teherautókkal, és Mucsitól kezdve a különböző falvakba. Aztán az iparosodás hatására a gyerekek és a fiatalok beköltöztek Dombovára, mert itt volt munkalehetőség. A megemlékezés másik szervező települése Kaposszegcső, ahol a kitelepítésben érintett 53 család, körülbelül 100 fő él, tudtuk meg Badáti Csiba Zsuzsanna polgármesterasszonytól, aki testvér településük vendégeskedéséről is mesélt. Gyakorlatilag közös volt folyamatosan az egyeztetés, hogy mi legyen, milyen programok legyenek, hogyan. Nekünk van egy zenés múltunk Kaposszegcsőnek, úgyhogy ez evidens volt, hogy mi ezzel veszünk részt. Illetve van egy testvértelepülésünk Felsőszeli, és a tavalyi évben nyertünk már támogatást az ő ideutaztatásukra az iskolának a jövetelére, és ez tavaly sajnos a Covid miatt meghiúsult, de mikor máskor lehetett volna a legjobb alkalom, hogy jöjjenek, mint most, és akkor a kellemest a hasznossal összekötve a gyerekeket úgy hívtuk, hogy ne csak a jó kis szabadtéri és a szabad programokban vegyenek részt, hanem részt vehetnek ezen is, hiszen ez a testvértelepülési kapcsolat nem jött volna létre, hogyha ez a szomorú esemény nem történik meg 1947-ben, 48-ban. Igazán szívszorító pillanatoknak lehettek fül- és szemtanúi mindazok, akik a Kaposszegcsői testvértelepülés Felsőszeli delegációjának képviseletében érkezett László Ildikó iskolaigazgató által megosztott visszaemlékezéseit meghallgatták. 1946. február 27-én kiírták a kitelepítést. A gazdagabb családok fehér levelet kaptak, ők mehettek Magyarországra. Itt nálunk felértékelték a vagyonukat, úgy tudom, az ingóságot vihették magukkal, és ott nagyjából ugyanazt az értéket megkapták. Magyarországról jöttek helyettük azok, akik ott szlovákoknak hallották magukat. A szegényebb réteg, azok voltunk mi, megkapták a kitelepítéses levelet Csehországba. Mi ránk 1947. február 19-én mínusz 29 fokos hidegben került sor. A visszaemlékezést édesanyja gondolatai mentén tolmácsolta a közönségnek a deportálásról. A felvidéki magyarok kitelepítésének 75. évfordulóján a Veszprémi Petőfi Színház "Ha az a bűnöm, hogy magyar vagyok, hát vigyenek" című előadása zárta a megemlékezést Dombováron. A költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján ünnepeljük. Ebből az alkalomból irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal és szavaló versenyekkel is tisztelegnek a magyar líra előtt. A Dombóvári Könyvtárba a fiatal tehetségek hozták el a közönségnek megzenésített verseket, megidézve a magyar irodalom nagyjait. A Dombóvári Földi István könyvtárban sem feledkeztek meg a Magyar Kultúra Napjáról. Több programmal is készült az intézmény az érdeklődőknek, mondta el az igazgató. Ordán Tamás egy csodálatos adiestet adott, és ezután pedig úgy gondoltuk, hogy magán a Magyar Költészet Napján is készüljünk. A Kultúrtalálka együttest hívtuk Kaposváról. Azért őket választottuk, már hallottuk őket többször. A tavalyi évben a Télzene program részeként itt voltak nálunk a Művelődési Házban, és ez adta azokat, hogy hívjuk őket el még egyszer. Az ő műsoruk a fiatalokhoz is szól, és nagyon igényes, nagyon jó verseket válogattak, és zenéleg is nagyon jó megoldásokat használnak, nagyon szépen harmonizálták meg a dalokat, tehát így egybe minden adott ahhoz, hogy egy kulturális találka létrejöjjön.
A Kultúrtalálka együttes magyar versek megzenésítésével foglalkozik, céljuk, hogy országszerte népszerűsítsék zenével karöltve a verseket. Műsoraikban a magyar irodalom klasszikusai mellett kortárs költők versei is felcsendülnek, jelmondatuk, a költészet is lehet zenefüleidnek. Mindenféle kedvenc költeményeinket megzenésítve hoztuk el a dombováriaknak. Nagyon fontos nekünk, hogy a klasszikus költők mellett a fiatalabb költőgenerációnak a verseit is megmutassuk, és próbálunk ilyen vegyes felvágottat készíteni. Tehát hoztunk nagy klasszikusokat, mint a Csokonainak a Reményes című verse, de például Döme Zsuzsa, aki egy zalaegerszegi költő, neki a Pipac című versét is elhoztuk. A mai kor költői tudnak legjobban a mai kornak a problémáival foglalkozni, úgyhogy a 21. századhoz 21. századi költészet illik. Az együttes célja, hogy a zene segítségével szerettessék meg a magyar irodalom örökbecsűit, ugyanakkor nem megfeledkezve korunk költészetéről sem. Az 1863-as születésű Gárdonyi Géza írónk nevét hallva kevésbé jutnak eszünkbe a versek, pont ezért válogat tőle is az együttes. A könyvtárban felcsendült a Feljöttek már című megzenésített verse is. Csend volt az óra, is megállott a falon. Elpillott, mosolygott az ég is angyal. Mosolygocs könnyezett, szép szemét lehújt. A nagymama bejött, nem nagyot magunkra. Feljöttek már a csillagok, is ki rózsám az ablakot, is ki rózsám az ablakot. Nézzük együtt a csillagot. Feljöttek már a csillagok, rózsám az ablakot, és ki rózsám az ablakot, nézzük együtt a csillagot. Dombováron a Kultúrtalálka együttes megzenésített verseivel ünnepelték a Magyar Költészet napját, ahol a közönség örömmel fogadta ezt. A húsvétra hangolódát segítették Dombováron és Lápafőn is. Mindkét településen igazán idilli környezet várt mindazokra, akik a közösségi ünnepvárást választották. Szabadtéren adódott lehetőség feleleveníteni a hagyományos tojásfestési technikát, kipróbálni az újra teret hódító nemezelést, vagy éppen elkészíteni az ünnep szimbólumait. Húsvétváró rendezvény helyszínéül szolgált Dombováron a helytörténeti gyűjtemény udvara. A szervezők igyekeztek minél több színes programot összeállítani az érdeklődők számára, tudtuk meg az igazgatótól, Müller Ádámtól. A könyvtárosok készültek egy nagyon helyes kis fonalból báránykát lehet készíteni, aztán Miklós Edit vezeti a nemezelő foglalkozást, ő egyébként a művöltési házban szakkört is működtet, tojást is lehet festeni, és azon kívül Dámi Ildikóval pedig ilyen kis ékszereket lehet készíteni. Hagyományosan Stemler József Kapos polgármestere szokta hozni nekünk a nyuszikat, és ez most is így van, kettő nagyon kis barátságos nyuszit lehet itt a ládában megsimogatni. A tojásokat a művelődési központ dolgozói készítették elő a húsvétváró foglalkozásra. Hagyományos eszközök kerültek elő a tojások díszítésére, melyben Molnár Éva nyújtott útmutatást az érdeklődőknek. Kétféle eszközt hoztam a hagyományos gicát, meg amit a kisebbek is tudnak használni, ez egy ilyen gombostű fejes eszköz. Itt láthatjátok is, ahogy a kisebbek a gombostű fejjel dolgoznak, ezzel csak pöttyöt és vonalkát lehet rajzolni, és ilyen egyszerű mintákat lehet belőle összeállítani. A nagyobbak már a gicát is kipróbálhatják, ugye ez a hagyományos íróka. Viasszal, forró viasszal rajzolunk a tojásra, és hát a minta kincs az ugye kimeríthetetlen. Nagymamák visszaemlékeznek, hogy a dédi is így festette gicával, hogy meg egy nagymama mondta, hogy a padláson még megvan minden eszköz hozzá. Hát nem nagyon gyakorolják ezt ma már, de azért a óvodákban, iskolákban a gyerekek már, vagy ilyen alkalmakkor, tehát hogy felrémlik, hogy ilyet csináltunk, ilyennel próbálkoztunk. De azért elég nagy kitartás, türelem kell hozzá. A délelőtt ráhangolódást jelentett a családok számára, ahol a kézműves foglalkozások mellett nyuszi simogatási lehetőséggel is szívesen éltek a legkisebbek. Az is kiderült, hogy a legtradicionálisabb húsvéti szokásunkról sem feledkeznek majd el az ifjak. Mi egy ilyen nagy emeletes házban lakunk, és a szomszédokat szoktam locsolni, és a verset, amit szoktam mondani,
az az, hogy zöld erdőbe jártam, kék virágot láttam, el akart hervadni, szabad elocsolni. Dombovádon igazi tavaszi környezetben volt lehetősége kicsiknek és nagyoknak arra, hogy a húsvét ünnepére hangolódjanak, akár csak Lápafőn, ahol az önkormányzat ajándékokkal is készült a falu aprájának. A mi településünkben, mint minden ilyen kis lélekszámú település életében nagyon fontosak a hagyományok, így ez a húsvéti is, és ezért igyekeztünk az idén is megszervezni, bár ennek lett volna egy kis előzménye is, mert olyan anyagiakból tudtuk ezt lebonyolítani, amelyet tavalyi évre pályázat úton nyertünk. Minden kis település pályázhatott 1 millió forintra, amiből ilyen közösségépítő rendezvényeket tudjon tartani. Tavaly ennek a mellettem lévő játszótérnek az átadásánál egy részét felhasználtuk, de a második részt nem tudtuk felhasználni, mivel a pandémia miatt a szokásos évzáró, évbúcsúztató ünnepségünket nem tartottuk meg. Ehelyett most kibővítve tartjuk meg a mostani húsvéti rendezvényünket. Számunk 160 körül van, ebből most per pillanat a óvodás általános iskolás korú gyerekek között 40 darab húsvéti csomagot osztottunk szét. Ez mutatja azt, hogy nagy az utánpótlás, van büféasztalunk, ahol per pillanat palacsintával kínáljuk a vendégeinket, aztán délután 13-kor pedig a község lakóit megvendégeljük egy főétellel. A lápafői gyerekek a kézműves foglalkozás mellett örömmel vették birtokba azt a sok népi játékot, amivel az önkormányzat készült. Karkötőt fűzünk, meg játszani fogunk, és én játéklovakat kértem húsvétra. Jön a húsvéti nyuszi, és lehet sok cukorkát enni. A fiúk Lápafűn is készültek a locsoló versekkel, hiszen a hagyományt fontosnak tartják. Elindultam locsolkodni, harmadcseppet szórt a rét, vadvirágok illatával megtöltöttem az edényt. Térdig koptattam a lábam, úgy siettem hozzátok, reméltem, hogy itt állom majd a legszebb virágot. Megtaláltam, hervadozik, és ez bizony nem mese. Ezért kértem a virágtól. Meglocsolni szabad-e? A családok örömmel tettek eleget az önkormányzat meghívásának. A gyerekek mellett a szülőket is boldogsággal töltött el az a figyelmesség, amit az ünnep előtt tanúsított a település önkormányzata. Úgy láttam, nagyon sokan örültek neki, meg is lepődtek, meg nem számítottak erre. Ezt a nagyon szép programot összehozta, nagyon szépen köszönjük, így magam nevében is, meg az egész lápafői lakosság nevében köszönjük ugye az önkormányzatnak. Nagyon szépek ezek a játékok, amit ide hozott. Élvezik a gyerekek, nagyon úgy látom, szerencsés az idő is kedvező hozzá. A Lápafőn nemrégében átadott játszótér környezetében megtörtént a növények telepítése is, ami kitűnő helyszínéül szolgált a húsvétváló rendezvénynek. Sem a szemük, sem pedig a ruhájuk nem maradt szál azon az attalai lányoknak, asszonyoknak húsvét másnapján. A falu legényei hangos zeneszóval és vízzel teli vödrökkel járták az utcákat, verseket szavaltak és minden lányt meglocsoltak, aki jött a ház elé. A civil kezdeményezésre indult programmal a húsvéti locsolkodás hagyományát szeretnék feleleveníteni Attalában. Kiáll a kapukon, elkezdi a Hangos zeneszóval és vízzel teli vödrökkel indultak útnak a faluban az attalai legények húsvét hétfő reggelén. A bátrabb lányoknak, asszonyoknak, akik kimerészkedtek a házuk elé, nem mindennapi köszöntésben volt részük. Nem szoktam locsolkodni, csak erre jártam éppen. A kocsmában voltam és pizzás minden léptem. Hogy maga a húsvét kitartja ezt észben? De hogy nincs nálam körni, az már több, mint szégyen. Szabad elocsolni. Szabad, de csak szabad a polgét. Sem a hajuk, sem a ruhájuk nem maradt szárazon. Ők már biztosan nem fognak elhervadni, ahogy tartja a hagyomány. A civil kezdeményezésre indult programmal a húsvéti locsolkodás hagyományát szeretnék visszahozni. A résztvevők ruházatukkal is a régi szokásokat elevenítették fel. Nem kellett rajta sokat gondolkodni, aki ismer, azt tudja, hogy én ilyen szervező típus vagyok, mindenben részt veszek, nagyon szeretem is ezt. És gondoltam, hogy tehát van két kisfiam, járjanak el locsolni, ahogy régen minket is meglocsoltak, de ahogy ezt látom, tehát már ez nem népszerű, nem menő, nem trendi, de szerettem volna, hogyha tényleg úgy Isten igazán visszahozzuk ezeket a régi hagyományokat. Most gyakorlatilag szülői kezdeményezésre indult egy húsvéti locsolás,
egy locsoló brigád indult reggel 8 órakor egy platós autón zenei kísérettel, és aztán a falu minden utcáját végigjárták. Azok a lányok, akik bevállalósabbak voltak, ők ha kiálltak a ház elé, akkor őket vízzel locsolták meg, és aztán most itt délelőtt folyamán fölértek a főtérre. Itt pedig, aki ide jön, hát ő is valószínű, hogy ő is vízzel fog kapni, de valószínű, hogy Kölnik is elő fognak kerülni, és ezzel is meg fogják őket locsolni. Miután végigjárták a falut, a főtéren gyűltek össze a legények. A sikereken felbuzdulva a program főszervezőjét is meglocsolták. Majd arról is gondoskodtak, hogy a falu első embere se hervadjon el. A locsolkodásból szeretnének újra hagyományt teremteni Atalában. Jövőre próbálunk egy kicsit jobban erre rákészülni időbe, mert az az igazság, hogy tehát ezt nemrég gondoltuk ki durván egy hónapja, hogy jó lenne egy ilyen. És akkor elkezdtünk rá egy kicsit készülni, szerettünk volna lovaskocsit is, de sajnos azt nem tudtuk megoldani, talán majd jövőre. Kicsit féltünk, úgy őszinte leszek, mert tehát nem tudtam, hogy a falubeliek mennyire nyitottak erre, mert hogy azért tényleg, hogy elszoktak ettől. Úgyhogy kicsit félve indultunk neki, de aztán pár pálinka után úgy gondolom, hogy elég bátrak voltak, nyomtattunk is verseket, meg hát nyilván a gyerekekkel azért otthon is tanultunk. És hát én úgy gondolom, hogy elég jól sikeredett. Sajnos most itt a téren nem igazán gyűltek össze az emberek, de maga a felvonulás az tényleg nagyon jó volt. Atalában minden évben közösségépítő programokkal készülnek a húsvéti ünnepekre. Nálunk minden évben úgy kezdődik, hogy egy pár héttel előtte feldíszítjük Atala főterét, mindenféle húsvéttal kapcsolatos díszeket próbálunk meg a gyerekeknek is egy kicsit kedveskedni, hiszen ők azok, akik legjobban igénybe veszik ezt a főteret ebben az időszakban. És aztán most az idén indítottuk a húsvéti stációt, ami még nem volt ebben a településben, tehát gyakorlatilag hagyományteremtő jelleggel indult. Minden nap, tehát minden egyes stáció máshol, más lakónál történt, mindenhol felállítottak akkor egy keresztet, és elmondták, felolvasták az ahhoz a stációhoz tartozó szöveget. Ezzel is gyakorlatilag egy közösségépítést próbáltunk létrehozni, hiszen házról házra jártunk minden nap, amikor az adott kereszt felállításra került. Húsvét hétfőn délután pedig fészekrablásra várták a gyerekeket, ahol a rablók édességért cserébe egy általuk készített kis ajándékot hagytak a fészekben. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!